Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Engedjék meg, hogy a következőkben bemutatott fiatalember neve mellé ne rakjak titulusokat. Nehéz is volna, de szerintem a beszélgetés végén majd érteni fogják, hogy miért mondom ezt. Inkább hagyj beszéljek arról, hogy bizonyára nagyon sok olyan gyermek van velem együtt, amikor kislány voltam, álmodoztam arról, hogy a könyvből kilép egy kedvenc szereplőm, vagy mondjuk a plakátról lelép egy szimpatikus fiatalember. Most ezt éljük meg, hiszen azt mondtam, hogy Vilcsek Róberthez, mai vendégünkhöz nem nagyon szeretnék titulusokat rakni, de azt például lakhatnám, hogy a plakátról a fiú, vagy a jégpályáról a fiú, vagy az autók mellől a fiú, tehát azért volna, miről beszélgessünk, de mindenképpen Székesfehérváron egy ismert fiatalember, és nagyon szépen köszönöm neked, hogy vállaltad a mai beszélgetést. Először is szeretettel köszöntöm a nézőket, téged is, Csilla, és köszönöm, hogy itt lettek, és köszönöm a meghívást. Kezdhetnénk közös emlékkel, de azért majd a későbbiekben ezt is felidézzük, hiszen azért mi nagyon-nagyon régről ismerjük egymást, egy kicsit más területről, de mégis, mintha olyan sok minden nem is változott volna azóta. De kezdjük a te életeddel valójában. Ugye azt tényleg sokan tudják rólad, hogy a jégkorongban sikeres voltál, és sokkal jégkorongoztál, de odáig is el kell jutni. Hol nőttél fel? Hát én Székesfehérváron születtem, egy átlag normális polgári családból. Itt visszautalnék arra, hogyha esetleg kéne egy titulus mondani, a székesfehérvári polgár, talán az lenne nekem a legjobban tetsző, és nagyon büszke vagyok, hogy székesfehérvári polgár lehetek, és itt élhetek. Édesanyám, édesapám átlag, tényleg a szó legjobb értelmében egy nagyon csodálatos családot biztosított nekem, ahogy cseperedtem, és elvégeztem a óvodát, bölcsödét, ugye, sikeresen, és... Mindenről képeket is hoztál. Igen, nekünk, van egy-két ilyen kép, és eljutottam a jégpályára. Több sportágot kipróbáltam, valahogy semmelyikben nem voltam sikeres, vagy inkább kitartó, és ott a jégpálya, illetve a jégpálya mellett találtam meg a számításomat, és a sporthoz fűzhető nyugalmamat, ha lehet így mondani. Hány éves voltál, amikor? 10 éves koromban kezdtem el, viszonylag időzőjelben, későn. Abban az időben ez nem volt annyira veszélyes, ugye most már egészen szuper mini korosztály van, annól volt 4 korosztály a jégkorongban, nem is nagyon volt olyan közismert sportág, fedett pálya még nem létezett akkor, tehát nyitott pályán, ugye a mai fiataloknak ez a Winter Classic jelenti a nyitott pályát, nekünk a mindennapokat. Nekünk minden nap Winter Classic volt. Kocsolyázni már korábban elkezdtél? Nem, ott, hát nyilván azért édesapám kivitt a csónakázó tóra, és ott csetlettem, botlottam, és jégpályán tanultam meg. Az első edzőm Barbé Péter volt, és ő tanította meg a korcsolyázás alapjait. Beszéljünk akkor egy kicsit erről a sportágról is, hiszen nagyon örülök, hogy egy olyan úrul velem szembe, aki választ tud adni a kérdésre. Találkoztam néhány jégkorongossal, és mindegyikről azt állapítottam meg, hogy csupa szív. Beszélhetnék itt Palkovics Krisztiánról, Ocskai Gáborról, Szék Bemlékéről. Tényleg ezt tudtam mondani, holott, ha a pályán látjuk, akkor amikor korongoztok, amikor a játék heve zajlik, akkor mindent érez az ember, csak érzékenységet nem. Én két felé bontanám ezt a dolgot. Nyilván az, hogyha nézzük, egy csupaszív emberekről szól ez a történet, hiszen ez egy csapat. A csapat mindig egy egységről, és egy egységen belüli egymás iránti odaadásról szól. Ezt kivisszük ugye a pályára. A jégkorongban engedélyezett a testtest elleni kontakt, egy kicsit keményebb sport, és nyilván itt a keménység kijön a másik megvédésébe, vagy a győzelem érdekébe. Ott ugye a győzelemért mindent meg kell tenni. Mindig azt szoktam mondani, hogy a pályára azért megyünk ki, hogy győzzünk, a többi az mesebeszéd. 10 éves vagy, tehát mikor elkezded, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt még beszélhetünk a szüleidről, mert úgy látom, hogy minden ember életében meghatározó a kép későbbiekben, hogy például mivel foglalkoztak a szüleid? Édesanyám abban az időben egy ruházati boltban dolgozott, édesapám pedig árnyékolás technikával foglalkozott, és ők indítottak el ez a csodás karrier, ha mondhatjuk így, mert nekem ez csodás
útján gyakorlatilag mindent megtettek, nagyon sokszor erőn felül teljesítve azért, hogy nekem könnyebb legyen, vagy jobb felszereléseket, vagy jobb ütőket, hiszen azért nem egy olcsó sportágról beszélünk. De mint gyakorló anya biztos vagyok benne, hogy édesanyád azért sokat aggódott is érte. Hát nem volt könnyű, tehát azért elmentünk egy, ez már kicsit ugrok az időbe, elmentünk egy mérkőzésre, tudta, hogy már haza kellett volna érkeznem, még nem érkeztem haza, akkor ugye nem a jégpályára indult, hanem baleseti sebészetre, mert valószínűleg ott lesz a gyerek. Ez benne van a pakliba, igen. Kikkel korongoztál? Néhány nevet. Hát nagyon nehéz, nem mondanék neveket. Egyetlen egy nevet emelhetnék ki, ugye Ócskai Gábor, ifjabb Ócskai Gábor nevét, ő már sajnos nincs közöttünk, de említhetném Rajz Attilát is, akivel játszhattam együtt már ő sem az égi jégpályákon van, de nagyon sok nevet, és tényleg nem szeretnék senkit kiemelni, és ebből sértődéseket, vagy adott esetben rosszáízt. Inkább azt gondolom, hogy amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy itt Székesfehérvárra jégkorongozhatta. És még egy dolog, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek idősebb Bocskai Gábornak, és ő innőt emelném akkor inkább ki. Nagyon sokat terelt minket, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. És ha jól tudom, még mindig tartod a kapcsolatot. Így szeretek kijárni. Akivel tudom, igen, tartjuk ugye kapcsolatot a jégpályára, kimegyek, és ott találkozok rengeteg ismerőssel. Milyen eredményeid voltak? Gyakorlatilag végigjártam a korosztályos csapatokat, ami nekem szívfájdalom, hogy korosztályos bajnoki címünk sosem volt. Abban az időben. Azóta hál' Istennek ez változott, utána felkerültem az első csapatba, és ott ugye játszhattam magyar bajnoki döntőn, kontinentál kupán, ugye gyakorlatilag minden színű érmet sikerült abszolválni, a legfényesebbtől a kicsit fényesebbig. Gyakorlatilag nekem bennem nincs úgy hiányérzet. Én nekem éjfélkor, amikor a gép dobott valami csúnyát, mondva viccesen, akkor nekem ennyi volt megírva. Lehettem volna egy kicsit szorgalmasabb, lettem volna egy kicsit jobb, de nem. Hány évig korongoztál? 15 talán, ha jól emlékszem. Nem is. Táplálkozol még most is abból a 15 évből? Adott valamit az életre? Minden nap. Milyen területen érzed, hogy... Van jó és rossz. Kezdem a jóval. A sport nagyon sok fegyelemre, nagyon sok odaadásra, nagyon sok lemondásra tanít meg. Ami rossz, hogy mindenáron győzni akarok. Mindenben, és az nem mindig ez szerencsés. Ez nem egyértelmű, hogy rossz. Nem mindig szerencsés, inkább így fogalmazni. Az ellenfelekkel szemben. Meg ugye a kereskedelemben nem mindig jó az, hogy az értékesítő akar győzni. Tehát ezt úgy kell győzni, hogy a másik fél is érezze a győzelmet, illetve egy üzlet akkor jó, ha mind a két félnek jó. Itt azért inkább a döntetlenre játszunk. Miért hagytad abba? Volt egy könyöksérülésem, ami súlyosabbnak mondható, és utána, amit mondtam, lettem volna szorgalmasabb, vagy lettem volna keményebb, sajnos utána már nem éreztem azt a bátorságot a pályán, és hogyha egy játékos fél a pályán, vagy félti magát, az a jégkorongba idézőjelben vég. Ezelőtt gondolom azért tanulmányaidat is végezted, hova jártál iskolába, és mi szerettél volna lenni, ha nagy leszel? Hát mi szerettem volna lenni, az köszönő viszonyban nincs azzal, amit aztán végeztem. Én karosszéri lakatosként végeztem a középiskolát, majd érettségi. Ez egy nagyon keresett szakma. Igen, de ott be is fejeződött az én pályafutásom. Egy percet nem dolgoztam a szakmámba. És érettség után pedig Szegedre igazoltam, a Szegedi Volán jégkorong csapatába, és mi meglepő, ott a Szegedi Tudományi Egyetemen kezdtem el tanulni, amit aztán végül is nem fejeztem be. De ott milyen szakom? Élelmiszeripari vállalkozó, menedzser, mérnök. Hiányzik ez most neked? Nem. A boltban legalább tudtam volna, hogy mi, nem is baj, hogyha nem tudom, hogy mit veszek. Szegedről vissza Székesfehérvárra, mikor érkeztél és miért? Hát ugye ott a nagy magyar valóság, a klub megszűnt, illetve anyagi gondokkal küzdött. A heti 10 edzésből lett heti 1, szerintem csak azért, hogy ne unatkozzunk, és aztán vége lett. Hazaköltöztem, és akkor kezdtem az autókereskedelemben dolgozni.
Tehát akkor tulajdonképpen az első munkahelyed az már az autókhoz kötött. Egy kis időszak volt, amíg egy vendéglátóipari egységben dolgoztam, és aztán utána az autókereskedelem, igen. És hosszú évek óta valójában. Hát idén 20 éve, hogy Szereted az autókat, vagy a munkádat szereted? Én a munkámat szeretem. Tehát az autókhoz nem kötötsz különösképpen? Már nem. Tehát 20 év után az ember már nem annyira, persze megnézem a szép autókat, de nem érzem azt a hű de nagy kötődést, mint mondjuk a szakma kezdetén, hogy bújtam az újságokat, és napra kész voltam a legújabb fejlesztésekre. Most már inkább ez az öreg bika eset, hogy majd amikor kijött, akkor utána nézek. Azt véletlenül sem mondhatnánk, hogy az a típusú visszahúzódó értékesítő vagy, a csendes értékesítő vagy, hiszen a plakátot említettük, nagyon sok székesfehérvári láthatta az arcodat óriás plakátokkal is természetesen. De egyébként országszerte is volt. Országszerte? Igen, tehát több helyen megfordultam a Fizimiskámmal. De hogy kerültél pont te ezekre a plakátokra? Regionálisan kiválasztottak értékesítőket. Ugye ennek a kampánynak az volt a lényege, hogy mi adjuk az arcunkat, adjuk a nevünket, adjuk minden információnkat az értékesítéshez, az a gépjármű értékesítéshez, és 2017-ben az első plakátkampány alkalmával szerepet kaptam több kollégámmal együtt, ez folytatódott most 2019-ben is, illetve ezt egy országos rádió kampány, amiben szerepeltem, az is. Hogy érted ezt meg? Én bírom az ilyen dolgokat, hogy nagyon nagy örömmel. Én egyetlen egy dolognak örülök, és ezt tényleg őszintén mondom, hogy se fityisz, se milyen firka nem került a plakátjaimra, tehát ez is egy visszacsatolás volt, hogy azért próbáljuk jól csinálni, és jól csináljuk, vagy elég magasra tették ezeket a plakátokat, és nem érték el a elégedetlen ember. Sokat dolgozol? Többet, mint kellene. Ezt biztos megerősíteni a feleséged, akiről azért kell beszélgetnünk, mert én úgy érzem kívülről nézve, hogy rettetesen támogat téged mindenben, amit éppen magadra akasztasz. Persze. Ő mindig egy visszacsatolás nekem. Tehát nyilván, amikor most is jöttünk a stúdióba, mibe jövök, hogy jövök, ezt megbeszéltem vele, nekem nagyon fontos az a háttér, amit ő biztosít, nagyon-nagyon jó tanácsokkal lát el, veszettő jó ízlése van, és mindig szó, hogy ezt most ne, hanem inkább azzal kellene kombinálni, mert ez néha elszaladok. Ha már családról beszélünk, akkor meg kell említeni a család legapróbb tagját, aki hát nem tudom, van 2 kiló? Most már igen, kicsit meghízott. Kicsit meghízott, most már van 2 kiló. Nekem azért aranyos, hogy téged olyan kötődés fűz Masni nevű csivava kutyátokhoz, mert olyan mókás, amikor egy jégkorongozó, egy magas, szélesvállú, igazán férfias fiatalember kezében egy 2 kiló óriás fülű kis kutya ücsörög. Igen, ez elején... Ha nagyon őszinte leszek, akkor azt mondom, hogy amikor feleségem mondta, hogy szeretnénk kutyust, és hogy hát legyen egy ilyen hosszú szőrű csivava. Hát nekem is mi jutott eszembe a csivavákról, mint hogy a nagy átlagnak, mondta, hogy ide csivava nem jön, mert pont. És megláttam a fényképeket a neten, ugye böngésztük, és onnantól kicsit elvarázsolottam, majd amíg megjelentünk a tenyésztőnél, és onnantól meg átestem a ló túloldalára, tehát amíg nem osztuk el a tenyésztőtől, napi szinten felhívtam, hogy evett a kutya, minden rendben, jó, köszönöm szépen, elnézést, hogy ennyire aggodalmas, és amikor hoztuk el a kutyust, akkor mondta, hogy annyira örül neki, mert tudja, hogy jó helyre kerül, és azt gondolom, hogy jó helyre is került a kutyus. Hány éves Masni? Most 8 éves elmúlt már. Van olyan, hogy ennyi idős fiatal emberek a gyerekükre nem tudnák ilyen gyorsan megmondani, hogy hány évesek éppen? Hát nagyon-nagyon oda vagyok érte. Ő úgy gyakorlatilag teljesen a bűvkörébe tart, és úgy ugráltat, ahogy ő szeretné. Nóri, a feleséged soha nem volt féltékeny Masnira? Nem, mert őt is ugyanúgy szeret, és ő is ugyanúgy oda van érte. Nagyon érdekes, hogy én azt látom, hogy ugye általában egy kutya egy embert fogad el. Nálunk ez azért van másképp, mert
nagyon sokszor mi így vagyunk egész. Tehát ő azt szokta meg, hogy mi együtt vagyunk, a szabadidőnket, amit lehet együtt töltünk, és ezáltal ő neki így egész a család. És például, hogyha levisszük együtt sétálni, és az egyikünk mondjuk, amikor ő megteszi, amit meg kell egy kutyusnak ilyenkor, és elmegy a szemetesig eldobni a végterméket, akkor ő kicsit olyan zavart, hogy most akkor miért ment el a másik. Tehát így legyetek itt egymás mellett, és az úgy jó. Családegyesítő tud lenni ez úgy jellemző. A következőkben térjünk rá egy kicsit a jelenedre is, a jelen életedre, és egy kicsit térjünk rá arra a kifejezésre, amit tőled hallottam először, és azóta is, ha Olaszországról van szó, eszembe jut, honnan jött ez az olaszság? Olaszság van, ez az én egyik kedvenc mondatom, monológom. Az egyik volt kollégám ejtett el egyszer ezt a mondatot 20 pár évvel ezelőtt, és azóta én így ezt megragadtam, és mindig használom. Köt valami Olaszországhoz? 11 évig dolgoztam egy olasz gépjárműveket forgalmazó cégnél, és ott szerettem meg Isten igazából az olasz élesztílust, az olasz életérzést, és gyakorlatilag azóta így egyre erősödik bennem, és feleségemmel meg ebben is egymásra találtunk, és azért ezt az olasz ízvilágot is nagyon szeretjük. Te szemszögedből milyen az olasz életérzés? Az én mi hasznat, Roger, semmire kellő. De viccet félretéve... Várkint néhány olasz, de nem érdekes. Nem, baj, majd ők ezt megbeszélik velem, és azt lehet, hogy már nem szeretném többet mondani olaszságban, de viccet félretéve. Én egy kicsit lazább, egy kicsit éljünk a mának. Nagyon sokszor ugye én is beleestem annó ebbe a hibába, hogy túl gondoltunk dolgokat, túl izgultunk dolgokat, ebből nyilván nekem is voltak mint idegi, mint egészségügyi problémáim, ezen szerintem mindenki átesett a mai világba. És aztán egy kicsit át kellett lépni erre a vonalra, hogy amire nincs rá hatásunk, azon ne idegeskedjünk. Merre jártatok Olaszországon belül? Olaszországban voltunk ugye nyilván Velence, tehát inkább ez a Toszkána és Szicília, ami most ugye Firenze volt egy nagyon-nagyon csodálatos, az örök szerelem marad, viszont most Szicília váltotta fel a kedvenc régió. Úgyhogy nagyon felettébb csodálatos hely. Voltunk az Etna vulkánnál, feleségem fölment 3000 méter fölé is, bar hatalmas élmény és volt. Te nem? Én nem vállaltam. Én mondtam, hogy jó vagyok. És ott találtam, valaki menjen haza a családból. Igen, és akkor volt ott egy pálinka kóstoló, én, aki nem nagyon iszom alkoholt, meglepően jól éreztem ott magam, volt pisztácia pálinka, és ott, amire visszaért, már bevettem egy pár darabot. De meg lehetett magyarázni, hát aggódtam magyarázni. Teljesen ki voltam idegileg. Érthető. De mesélj egy kicsit Szicíliáról. Mennyiben más, mint Észak-Olaszország? Szegényebb régiónak mondanám, tehát abból a szempontból is, hogyha elmentünk egy vendéglátó helyiségre, sokkal olcsóbb volt ugyanaz a vacsora, mondjuk, hát ugyanazt a vacsorát nem mondanám, de hasonló, mint mondjuk egy Firenze vagy egy velencei részen. Tehát mondjuk, amíg egy nagyon jó bárba 1 euró vagy egy kávézóba 1 euró volt Szicíliába a kávé, addig 4-5, akár 10 euró mondjuk Velencébe, vagy akár még több is. Ezzel próbáltam azt érzékeltetni, viszont az emberek sokkal-sokkal közvetlenebbek voltak, aranyosak, és például az egyik étterem, ahova sűrű jártunk, az egyik nap 5 perccel előbb érkeztünk, mint a nyitás, és hát körülbelül, mintha a tulajdonos édesanyjával valami csúnyát tettem volna, olyan, mondta, csinkve minúte, hogy jó vagy. Majd másod-harmadnap is oda mentünk, negyednap már ajándék köret, ajándék kávé, ajándék limoncello, imádtak, szerettek minket. Nyilván tettünk is ezért. Beszélsz olaszul? Inkább mutogatok. Tehát inkább a gesztikulálás az, ami megy olaszul. És nagyon picit. Következő utat tervezitek? Mert hova nagyon szerettem volna idén-nyáron is, sajnos a ismert helyzet miatt ezt én nem vállalom, külföldet, illetve egyetlen egy dolgot megfogadtunk, azóta Magyarország felett tendálunk mindent. Tekintetben most már mondjuk így
magyarsága van, tehát ha tehetjük, akkor magyar terméket és a magyar gazdaságot próbáljuk ezzel is segíteni. Magyarországon hova mész legszívesebben? Nehéz a kérdés, most Budapest. Budapest az egyik kedvenc, de hát azt gondolom, hogy mindig szép, és a Balaton déli partja, Badacsony, ami örök szerelem. Egy kicsit magyar Toszkána. De ha jól látom, ezeken a helyeken is az olasz éttermeket, olasz kávézókat keresed. Hát vagy inkább, ha nem is olasz étterem, akkor úgy csinálok, mint olasz lenne, de igen, előszeretettel választjuk az olasz éttermeket és az olasz feelinget, mondjuk így finoman. Beszéljünk egy kicsit a munkádról, hiszen a napjaid legjavát ezt teszi ki. Manapság milyen helyzete van az autóértékesítésnek? Nyilván, mint mindenhol, nekünk sincs könnyű helyzetünk, próbálunk tenni ellene. Én azt gondolom, hogy a problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket. Minden nap ezzel szembesülünk, és próbáljuk azt a réteget megfogni, aki most autót szeretne vásárolni. Egy kicsit a 2009-10-es időszakhoz hasonlítanám, hogy akkor is volt egy ilyen megtorpanás. Abból tanulván próbáljuk hasznosítani azokat a tapasztalatokat, de azt gondolom, hogy nem kell hozzá jó tehetség, hogy ez egy kicsit most visszaesett, de azt gondolom, hogy elindult fölfele, és elindult egy jó folyamat. Milyen típusú értékesítő vagy? Én a dumás. Én például azért találtam meg a számításomat jobban a használt autóba, mert ugye az csak egy helyen van. Ez az autó, az itt van. Ide jön az ügyfél, vele beszélni kell, kommunikálni. Nem csak lukat kell beszélni a hasába, beszélgetni kell vele, mint hogy ő egy barát lenne. Ki kell építeni a bizalmat. Ami mondjuk az új autó értékesítés most már egyre jobban kezd el az online világ fele haladni, ahol ugye inkább árajánlat, e-mailes megkeresés. Egyre többet tapasztalom ezt a használt autóba is, ezt is meg kell tanulni, alkalmazkodni kell ehhez. Biztonságos manapság használt autót vásárolni? Ha megbízható helyről veszi, igen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem a vásárlása nehéz, hanem utána mondjuk úgy a panaszkezelés, vagy a későbbiekben a probléma. Bárhova bemegy, mindenhol ki fogják énekelni a zsebedből a pénzt, vagy szeretnék ki énekelni, hogy ott vásárold meg az autót. Utána, ha bármi probléma van, kérdés, hogy oda vissza tudsz-e menni, tudsz esetleg segítséget kérni, avagy nem. Ebbe próbálunk mi többet nyújtani. Beszéljünk egy kicsit hobbiról is, és hogyha itt most bárki is azt gondolná, hogy hát beszéltünk a kutyáról, egy ilyen családban a kutya nem hobbi, hanem családtag, úgyhogy emellett biztos van valami, ami szívesen leköt, és szívesen töltöd vele az időd. Hát nagyon nehéz. Én most mondom, ezek a Badacsony, Budapest felfedezés, gyönyörű utazások, inkább ezek de a legjobb van, hogyha nagyon-nagyon őszinte akarok lenni, akkor bemenni a belvárosba, nagyon szeretem, és ott leülni egy kávézó teraszára, egy Toscanello szivarral, amit nagyon-nagyon szeretek, és akkor ott ejtőzni egy kicsit. Ez egy nagyon nagy hobbi most, de nem gyűjtök szalvétát, bélyeget, és koncertek, tehát koncert az, ami még... Milyen zenét szeretsz? Hát a leges az az Ennio Morricone, ő neki eljutottunk tavaly a koncertjére, ami a végén krokodilkönnyekbe tört, de nem, hogy sírtam, bömböltem, tehát egy gyerekkori álom, ugye Sergio Leone és Ennio Morricone Spaghetti Western után szabadon, de a rockzenétől a kabara zenéig, hogyha mondhatok zenekar neveket, vagy ilyenkor nem szerencsés, akkor inkább nem mondok, de inkább az, ami tetszik. Mi a terved? Mi az, amit szeretnél elérni az életben? Még sok van hátra, úgyhogy sok mindent meg lehet valósítani. Hú, de nehéz erre. Na, nehezet kérdeztél. Terv az mindig csak előre. Tehát szeretnék fejlődni, szeretnék nyilván minden tekintetben, mind anyagi biztonságban, mind intelligenciában, mint bármi másban. A sportot kéne visszaépíteni az életben, nagyon lusta vagyok, és a kutyasétáltatáson kívül az egyre kevesebb a mozgás, és ezt kéne vissza. Én azt gondolom, hogy
jól érezzük magunkat. Itt nem feltétlenül mindig az anyagi oldalra kell gondolni, az erkölcsi oldalra is, és erkölcsileg azt gondolom, hogy támogatjuk egymást, és abba baj nem lehet. Nagyon jó szülői háttér van mögöttem, szintén erkölcsileg. Természetesen anyagilag is bármit megtesznek, de nagyszüleim, szüleim tényleg le a kalappal. És nagyszüleid is fontosak az életedben. Nagyon, és ha újra választhatnék, akkor is őket választanám. A média szereplésekről nem beszéltünk még, pedig ezzel kapcsolatban is van egy fotó, nagyon-nagyon régről, egy közös fotó. Igen, hát nem ma kezdtük a közös pályafutást, mondjuk így. Így van. Hogy érint téged a média szereplés? Én fontosnak tartom. Tehát azt gondolom, hogy fontos mind a rádió, mind a tévé. Amit egy kicsit sajnálok, hogy a nyomtatott vagy írott sajtó az egyre háttérbe szorul, annak is van egy ilyen feelingje, ahol visszatérünk olaszság, és akkor újság, Toszkanál a kávé. De fontos, tehát én szeretném azért az embereket így is segíteni, vagy Fehérvár polgárait így is segíteni, tanácsaimmal remélem hasznosak, és igen, fontos mind a magam, mind pedig a társadalom. Egy társadalmi szerepvállalásnak fogom én ezt inkább fel. Robi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Azt kívánom, hogy teljesüljön minden olyan álmod, amit most sem mondtál ki, és amit az ember lehet, hogy még meg sem fogalmaz. Még egyszer hálásan köszönöm. Nos, kedves nézőink, ilyen, amikor megismerhetjük a plakátról az arcot, és kiderül, hogy egy milyen kedves és értékes emberről van szó. Nem csak a plakáton mosolyog, hanem a lelke is mosolyog. Köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!